Az Óbecsei Fórum Színház keretében idén a fiatalokat érintő mindennapi eseményeket és problémákat dolgozták fel. A tavalyi évben a családon belüli erőszakkal foglalkoztunk, ezt mutattuk be az iskoláknak. Az idén pedig a hasonló terveink voltak, viszont a közelmúlt eseményei kapcsán úgy gondoltuk, hogy ez most egy égető probléma, tehát hogy a kortárs erőszak az egy égető probléma a társadalmunkon belül, ezért a programot októberről előre hoztuk egészen júniusra. Tehát ha nagy léptekkel és nagyon keményen dolgoztunk azon, hogy minél előbb be tudjuk ezt fejezni, hogy minél előbb be tudjuk ezt mutatni a diákoknak. Maga a program az arról szól, hogy a diákok hogyan tudják kezelni az erőszakot az iskolában. A Fórum Színház előadását a Zdravko Glozsánszki általános iskola tanulói vitték színre, idén először magyar nyelven. Két hetünk volt nagyjából, hogy elkészítsük ezt a darabot, és épp azért sikerült, mert a gyerekek nagyon elhivatottak, nagyon komolyan fogják fel ezt a dolgot, a szerepüket, és tényleg komolyan részt vesznek minden felkészítőben. Ugyanakkor a Fórum Színháznak az is egy nagy előnye, hogy ők maguk írják a darabot, tehát a saját tapasztalataikból, illetve amit hallottak, láttak, vagy esetleg mondom személyesen átéltek, abból szőttük le a legfőbb és a leggyakoribb jeleneteket, és úgy alakult ki ez az egész. Az előadást a helyi általános iskolák tanulói tekintették meg. Az interaktív produkcióban a közönség is részt vett. A nézők bármikor leállíthatták az előadást, és beléphettek egy adott szerepbe, vagy átalakíthatták azt a saját véleményük szerint.